Testvéreim, hálásan köszönöm a kedves fogadtatást, a szeretet számos megnyilvánulását. Engedjék meg, hogy én is nagy szeretettel köszöntsem Jézus szívének ünnepén a mezőkövesdi híveket és a búcsúra érkezett zarándokokat, akik már megismerték Isten szeretetét, hittek benne, és szívesen térnek vissza a kegyelem e különleges forrásához. Nagy szeretettel köszöntöm társadalmi és politikai életünk jelenlévő vezetőit, miniszterhelyettes urat, polgármester urat. Ez a nagy hagyományokkal rendelkező ünnep évről évre lehetőséget ad arra, hogy hitünkben elmélyedjünk, Jézus Krisztus szelíd és alázatos szívénél felüdülést leljünk, és nyugalmat találjunk lelkünknek. Oly nagy szükség van erre a nyugalomra. És ő maga bátorította apostolait, és velük együtt minket is, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Az Úr azt ígérte az utolsó vacsorán, hogy a vigasztaló, a Szentlélek, akit majd nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Máshol pedig azt is mondja, hogy ő, a vigasztaló Szentlélek, vezet el majd bennünket a teljes igazságra. Éppen ezért, bár a Szentírásban a Jézus szíve tiszteletről nem olvashatunk, ennek a tiszteletnek mégis egyértelműen biblikus gyökere.